Akár egy étteremben, megterített asztalon lehet étkezni az új Intercity Plus kocsin. Várhatóan ez és a korszerű kerékpártároló lesz az egyik legnépszerűbb szolgáltatása a MÁV járműveinek. Szombat délután Nyíregyházán bárki megtekinthette a hamarosan forgalomba álló kocsit. A vasúttársaság néhány éve kezdett bele egy komolyabb jármű fiatalítási programba, a másodosztályú Intercity járatok után az első osztályú vonat kényelmi szolgáltatásait élvezhetik az utazók. Azt gondolom, hogy mindenféle 21. századi komfortnak eleget tesznek ezek a kocsik, és nagyon fontos, hogy 200 km/h sebességre képesek, tehát hogyha van jó vasúti pálya és van megfelelő vontatási képességünk, az az új mozdonyok, akkor ezekkel sokkal gyorsabban tudunk közlekedni, és nagyon fontos megemlítenem azt, hogy most már Szajol és Debrecen között ugye a vasúti pálya az megújult, 160 km/h sebességgel lehet majd haladni, hogyha a biztosító berendezéseket is beüzemeljük jövő évben, és ez a munka ez nem áll meg, és a Debrecen-Nyíregyháza szakasz közlekedik, tehát reményeink szerint jó pár év múlva, 3-4 év múlva már 160 km/h lehet közlekedni Nyíregyháza, Debrecen és Budapest felé. Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a megyeszékhelyen eddig is rengetegen használták a vonatot az utazáshoz. Hozzátette, az új kocsik és a kilátásba helyezett fejlesztések összhangban vannak a város törekvéseivel. A technikai felszereltség, a kényelmi szint, a kerékpártárolási lehetőség mind azt mutatja, hogy nem csak az emberek kényelmes és biztonságos közlekedése a fontos, hanem az is, hogy ha valaki turistaként érkezik, hogy megy valahova vonattal, az bármilyen csomópontból gondolja, le tudjon szállni a vonatról biciklivel, és tudja folytatni az útját, ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, Nyíregyháza számára. Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, az Intercity Plus kocsik azokat is visszacsábíthatják a vasúti közlekedéshez, akik az előregedő járművek miatt inkább más módját választották az utazásnak. A politikus kiemelte, a vasúti fejlesztésekkel párhuzamosan Nyíregyházán is megvalósul egy régóta várt beruházás. Hogyha ez a pályakorszerűsés megtörténik, akkor megtörténik az aluljáró fölépítése is a Tokaji úton, ami azt jelenti, hogy színben nem lehet keresztezni, és a tervezése elindult ennek az aluljárónak, amely a választókerületemben található. Ráadásul ezek magyar készítésű kocsok, Szolnokon a vasúti járműgyártóban készülnek, többségében magyar alkatrészekből, természetesen magyar munkaerővel, ez mintegy 250 munkaerőt jelent az IC Premium kocsiknál, és még vagy 250 embert foglalkoztatnak a beszállítók is, tehát javítja a foglalkoztatási helyzetet is. Az új Intercity Plus kocsikat október 25-től állítják forgalomba a Körícé, a Záhony-Nyíregyháza-Budapest, valamint a Sátoraljaújhely-Miskolc-Budapest vonalakon.